egészségről sok szempontból. Kedves nézőink, lassan véget ér ez az év, és mi bizony nagyon sok mindenről beszélgettünk Mester Károly agrármérnök úrral, és igyekeztünk különböző oldalról megnézni az ételeink igazságát, az emésztőrendszerünk kívánságát, hogy mit is szeretne, hogyan bánjunk vele, és próbáltunk nagyon sok tanácsot adni, hogy mivel lehet rendben tartani őket. Most azt szeretnénk, ha egy kicsit összefoglalnánk mindezt, és persze jó ötleteket adhatunk itt is, ebben a beszélgetésben is, a karácsonyi ajándékokhoz, hogy legyenek most egy kicsit innovatívabbak, egy kicsit egészségesebbek azok, amiket odarakunk majd a fa alá. Kedves Károly, köszönjük szépen, hogy itt van velünk. Örülök, hogy itt lehetek. Kezdeném, Szent Györgyi Albertnek van egy szép imája, ami... Hát nem tudom szó szerint idézni, de arról szól, hogy Uram, köszönjük neked, hogy ezt a csodálatos bolygót teremtetted nekünk lakóhelyül, és megengeded nekünk, hogy megértsük azt, hogy hogyan működik ez a világ itt körülöttünk, hiszen kellően értelmesek vagyunk ahhoz, hogy megértsük ezt. És engedd meg nekünk, hogy veled együtt munkálkodjunk abban, hogy ez a bolygó, ez a teremtett világ, ugye ez gyakorlatilag a harmónia, a bőség és az egészség helye legyen. Na most tulajdonképpen itt vannak a problémák, mert hát nem az Úrral együtt munkálkodunk, hanem leginkább a profitért munkálkodunk. És ugye ennek kapcsán aztán előjönnek érdekes dolgok, amikről beszélgettünk végül is itt egész évben, hogy ha megnézzük azt például, hogy az emberi agynak, hogy a gyerekek agyának 60-70%-a omega-3 zsírsav, és ugye az elmúlt 20 évben például nagyon nagy mennyiségben felhasznált pálmaolaj, ami gyakorlatilag a kedves nézők megnézik, hogy mindenféle csokoládéban pálmaolaj van, és mindenben pálmaolaj van, hogy akkor abban mennyi az omega-3 zsírsav, hát én tájékoztatok mindenkit, hogy nulla. Na most ezért nem az Úrral együtt munkálkodunk, mert az élelmiszeripar ugye az gyakorlatilag a profitért dolgozik, és ameddig Amerikában a Food and Drug Administration, ez az amerikai gyógyszerészet és élelmezésügyi hivatalnál, és ugye az Európai Unió nagyon okos lobbistái ugye eldöntik azt, hogy teljesen mindegy, hogy mennyi pálmaolajat használnak fel az élelmiszer termelők, addig nem az Úrral együtt munkálkodunk. Vagy mondhatunk másik példát is, beszéljünk például a kenyérről, mert nagyon sokat beszéltünk a kenyérről is. Egyet figyelembe kell venni, hogy kenyér csak egyféle van. Ez a fermentációs úton való, ez a vadkovászos kenyér, ami a kovászban a gombák és a baktériumok áldásos tevékenysége kapcsán a lisztnek 2,5%-a elbomlik, és érdekes módon a glutén bomlik le, a búzacsira a glutinin fehérje, a fitátok, és ugye ez a FODMAP, ez a könnyen fermentálható oligoszarid, diszarid és monoszarid, ami egyébként ugye nagyon magas vércukorszintet is tudja előidézni. Tehát gyakorlatilag az én olvashatomban nem az számít, hogy teljes körlésű vagy fehér kenyérliszt, egyáltalán nem számít, itt egy számít. Azt, hogy mennyi adalék van benne, milyen adalék van benne, és keresztül ment-e a fermentáción. A pékeket igenis tisztelni kell, mégpedig a koránkelést kell tisztelni, azt a munkát, amit beletesznek, mert ő tulajdonképpen élő lénnyel dolgoznak, és a másik dolog, hogy meg kell tisztelni őket, hogy nem kell megkérdezni, hogy egy egészséges, kovászos kenyérnek, igazi kovászos kenyérnek mennyi az ára, mert azzal mindenki az egészségét veszi meg.
mert ha nem kovászos kenyeret eszünk, akkor előbb-utóbb majd, amit nem az igazi kenyérre fordítottunk, azt majd gyógyszerre kell fizetni. Most elkezdünk beszélgetni itt az igazi fermentálásról, tehát amikor kimegyünk a piacra és veszünk 2-3 nap alatt gyors érleléssel elkészített, idézőjelbe téve fermentált káposztáról. Az igazi fermentált káposzta az 30-40-50-60 nap alatt van kész. Semmilyen adalék nincsen hozzáadva, főleg nem sav, és főleg nem cukor, hanem először ugye egy egyszersavas erjedés indul el, amikor elfogy az oxigén, akkor gyakorlatilag átvált egy tejsavas erjedésbe, és a káposztában lévő nagy mennyiségű cukor az gyakorlatilag átalakult tejsavvá, és gyakorlatilag igazi jó tejsav baktériumok szaporodnak el rajta. Tehát mikor valaki azt mondja, ő már savanyított káposztát se tudja megenni, mert puffadt tőle, hát az nem igazi fermentált káposzta, mert az igazi fermentált káposztában a cukrok elbomlanak, és abból lesz a tejsav. Tehát tulajdonképpen itt egyfajta olyan tudás hiányzik, ami annak idején minden parasztembernek, vagy a parasztháztartásokban ezek a tudások megvoltak. Tehát a lányok tudtak igazi kovászos kenyeret sütni, jött az ősz, meggyalulták a káposztát, gyerekek beletaposták a hordóba, igazi, nagyon nagy mennyiségű probiotikumot tartalmazó, minden nap magas C-vitamin tartalmú káposztát, tehát fermentált káposztát ettünk. És ugye az összes többi tartósítási eljárás, hogy az aszalgyümölcsöket például hogy csinálták meg, tehát gyakorlatilag meg kell nézni egy aszalgyümölcsnek mennyi a nedvesség tartalma. Ha az nem 6-7%, akkor az mesterségesen van tartósítva, és vizet adnak el. Az igazi aszalt gyümölcsnek 6-7%-a a víztartalma, tehát nagyon-nagyon alacsony. Ez a besűrűsödött cukor és a nagyon alacsony víztartalom tartósítja ezeket a természetesen aszalt gyümölcsöket. Az a baj, a kereskedelemben kapható aszalt gyümölcsökkel kapcsolatosan nagyon magas a víztartalma. Miért, hogy súlyosabb legyen? Egy kis zacskóba kevesebb viselik. Így van, és valamilyen védőgázzal, vagy penészgátlással, vagy kénnel van megoldva. Uh-huh. Vissza kéne térni a természetes tartósítási eljárásokkal. Több száz éven keresztül úgymond kísérletezte ki az egyszerű ember, és gyakorlatilag az maga az egészség volt. Nem hiszünk a régieknek. Igen, tehát minden család, amikor saját magának tartósította az élelmiszert, ott nem profit érdek vezérelte, hanem az Úrral való együttműködés, tehát azt, hogy a természet törvényeit megismerte, és annak megfelelően járt el. De itt számtalan olyan dolog van egyébként ebben az élelmiszer tartósítási eljárásokban, hogy tulajdonképpen rájövünk arra, hogy visszakapta fához. Akár a húsokkal kapcsolatosan, vagy a kolbászokkal kapcsolatosan is. Régen meg tudtuk oldani fűszerrel, sóval a tartósítást. Itt azért a húsok minősége is azért változik. Tehát ezt szoktam mondani, hogy minden hús egészséges. Tehát tájékoztatok mindenkit, hogy a baromfi hús is, a hal is, a sertés is, a marha is, a birka is, tehát a juh, minden egészséges attól függ, hogy milyen technológiával. Tehát egy funkcionálisan takarmányozott állatnál gyakorlatilag nincsen semmi probléma a hús minőséggel. Talán ebből a szempontból, a funkcionális takarmányozás szempontjából azért a kérődző vagy a legelő állat az mindig kitüntetett, hiszen a kérődző állatoknak fermentációs az emésztése. Leginkább ugye a rostokat tudják használni az ő bérmunkásaik, tehát a baktériumok, protozoák segítségével, és gyakorlatilag ez egy természetes folyamat, és tulajdonképpen egy legelő állat, ahol mondjuk egy magyarországi ősgyepen 40-50 féle növény van, Nyugat-Európában 4-5 féle,
de Magyarországon ennyire gazdagok ezek a magyar ősgyepek, hogy ugye tele gyógynövénnyel, tele értékes leveles gyepalkotóval, az mind-mind visszaköszön a hús minőségében, és mind-mind visszaköszön például a tej vagy a vajnak a minőségében. De ezt nem várhatjuk el egy nagy vállalattól, hogy majd így figyel oda az állataira. Hogy mit gondol a fogyasztó? Mert ő fogja megvenni, és ha jó árut veszi le, és a idézőjelbe téve a kevésbé jót ott hagyja a polcon, aki a kevésbé jót állítja elő, az előbb-utóbb volument, vagy adott esetben termelést is veszíthet. Hát igen, csak bemegy egy nagy áruházlánc húsosztályára, és azt tudja megvenni, ami ott ki van rakva. És nem fogja tudni, hogy melyik, hogy van hát tartva. Most ugye talán ezért jók ezek a műsorok, hogy valamiféle olyan szintű tudást kéne adni ezek által, hogy most már azt nagyon hogy tudjuk. Keressék? Nagyon sok, nagyon jó kispékség van, akik nagyon jó minőséget csinálnak, csak a vevő azt mondja, hogy inkább adok kétszer annyit érte, és azt meg lehet enni, mert az normális minőség. Nekem ez a mániám egyébként, hogy ha ezek a rövid útvonalak kialakulnak, tehát egy állattartó tenyészt állatot, például sertést, és akkor neki van egy kis vágója, vagy levágatja valahol bérbe, van egy kis feldolgozója, adja hozzá a nevét, és gyakorlatilag ő tudja azt, hogy ez egy olyan ember, aki az arcát adja. A multinacionális cégnél nem látja a vevő a éppen a profitért küzdő, abban a négy évben a profitért küzdő vezérigazgató, az nem adja a nevét hozzá. Viszont az a kisfaluba vagy a agglomerációba élő termelő, aki adja hozzá a nevét, és minden és a évben ott... van hát természetesen, hát most... Én, Kaszás Pista kolbásza. Ezt komolyan mondom, tehát én ugye GMO-mentes és adalékmentes takarmányt is gyártok. Nekem van fiatal ember vevőm, akinek kizárólag én gyártom a takarmányt, és neki ezt megvalósította egy fiatal mérnök gyerek. Olyan termékeket gyárt, hogy hihetetlen, és azt mondják az emberek, hogy főleg az idősek, hogy 30-40 éve nem emett ilyen jót. Természetesen azért, mert itt nincsen génmódosított növény benne, és nincsen adalék benne. Egy funkcionálisan, természetesen takarmányozott állatból származik a hús. És egyszerű idézőjelbetéve, egyszerű tartósítási eljárással, az a hagyományos természetes tartósítási eljárással csinálja meg a terméket. Úgy nő a vevő állománya, és úgy kell készülni neki alapanyaggal, mert sorba állnak az emberek érte. Tehát azért mi megérezzük ösztönösen, hogy milyen a jó étel. Ez így van. Egy funkcionálisan, én ezt szoktam mondani, takarmányozott állatnak a húsa, és egy ipari takarmányon fölnevelt állatnak a húsa nem lehet összehasonlítani. Sajnos mi elmentünk ebbe az irányba, hogy modern állattenyésztés. Ilyen nincs. Funkcionálisan takarmányozott állatokból jönnek elő az egészséges állati termékek, és ha azt modernül a profitér akarjuk tartani. Sajnos itt az Európai Unió élelmiszerbiztonsági hivatala, az EFSA, az hát elég lazán oldja meg azt a kérdést, nagyon szabatosan lehet a profitér nagyon sok mindent csinálni. Nem tudom, hogy hozhatnánk-e szigorúbb törvényeket, de a vevő az nagyon fontos dolog. Ha ő nem veszi meg a rossz árut, csak a jót, akkor gyakorlatilag a kistermelőt, a rövid előállítási láncot támogatja, és hozzáteszem, hogy a termelő is sokkal-sokkal jobban jár, hiszen a kereskedelmi profit, a feldolgozási profit az ott marad nála. Kedves nézőink, azt mi tudjuk, hogy Szíve Csücske Mester Károlynak a sertés odafigyel a takarmányozásukra, de azért néha ránk is gondol, és bizony a mi takarmányunkra is, hiszen ajánlott olyan dolgokat, ami a mindennapi
étkezésünkben az emberek nem tudunk mindent megoldani, de van, ami segít, ami pótol bizonyos dolgokat, és ilyen volt az első olyan italkomplexum, aminek egyik legjellemzőbb összetevője a fulvosabb volt. Ezt hogyan és miért találta ki az embereknek? Ugye az ipari takarmányon nevelt baromfi sertésnek készült tulajdonképpen állatgyógyászati gyógyhatású készítmény. Az gyógyhatású készítmény az állat vonatkozásában megmaradt ez a kategória, humán vonatkozásában nem fogadnak be gyógyhatású készítményt, ott van a gyógyszer és van az étrendkiegészítő. Na most ugye az állatgyógyászati gyógyhatású termék tapasztalata kapcsán ugye készült egy ilyen gyógynövény és fulvósav alapon összeállított gyógynövényital, vagy hívják tejának is. Tehát gyakorlatilag 9 féle gyógynövény van benne, és ez a fulvósav tulajdonképpen a talajból jön leginkább, gyakorlatilag a humusznak alkotó része a huminsav, és a huminsavnak a legértékesebb, legkisebb molekula tömegű hányada ez a fulvósav, aminek nagyon-nagyon érdekes tulajdonságai vannak. Egy Seattle, ugye egy amerikai indián törzsfőnök, aztán ugye egy várost neveztek el róla, ő azt mondta, hogy amit tesztek az állatokkal, hogy az lesz a ti sorsotok is. Na most tulajdonképpen emendett a gondolat mentén, ugye gyakorlatilag, hát ugyanazon a talajon, ugyanazzal a technológiával termesztjük a növényeket, amit humánba is használunk, állatoknál is használunk, és ugye ebből kifolyólag, tehát gyakorlatilag tulajdonképpen az állattartó telepeken kezdték el az állatgyógyászatit mindenki saját felelősségére, és aztán innen kellett gyakorlatilag egy humán terméket csinálni, és azt most egy kicsit tovább is gondoltuk, jövőre teszünk, már megvan a bejelentése, egy prémium kategóriájú ilyen gyógynövény és fulvósav teját hozunk forgalomba, és ugye itt nagyon-nagyon érdekes dolog, egy új, ami az állatgyógyászatiba benne volt, és a humán termékből idézőjelbe téve kimaradt annak idején. Tehát itt a nikotin sav amid, ami gyakorlatilag a hatékony, tehát az oxigén jelenlétében folyó sejtlégzés van egy kicsit akadályoztatva. Ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, amit az állatokon nagyon jól lehet megfigyelni. Aki biokémiai foglalkozik, ennek csak egy kulcsszót mondok, így a kinurennin útvonal sérül. Tehát az, hogy nem áll folyamatosan megfelelő időben rendelkezésre egy olyan hatékony proton és elektron szállító, amit NAD meg NADP-nek hívnak, aki érte a biokémiát, azt tudja. Tulajdonképpen ezzel lett kiegészítve, és természetesebb az anyag, mert egy természetes tartósítószert is kihagyunk belőle végül is, és még egy nagyon fontos dolog, ami itt szerintem jó, ha elhangzik, azt, hogy egy kicsit finomabb lett az íze. Tehát ugye nagyon sok kritika ért engem, hogy nem jó az íze, vagy olyan karakteres íze van, meg lehet szokni, mert van, aki kifejezetten úgymond szereti. Na most tulajdonképpen inulin került bele, egy nagyon nagy tisztaságú inulin, nem kell tőle megijedni, aki a most jelenleg a kereskedelme kapható inulinnal vannak problémái, ezzel biztos, hogy nem lesz, és ez egy kicsit édesebbé teszi, és plusz hát ugye az inulin az egy kiváló prebiotikum is. Tehát tulajdonképpen a pektin mellé, mert ugye alma pektin is van benne, nem is kevés, mellé került még a csicsókából származó nagy tisztaságú inulin, és gyakorlatilag ez a kettő együtt növeli a prebiotikus értékét, és egy kicsivel finomabb is. Most, aki megszokta, megszerette a hagyományos teát, italt, annak is érdemes váltani, vagy pedig hát, mit tanácsol? Tehát tulajdonképpen én azt mondom, hogy érdemes váltani mindenképpen, főleg aki például sportol, azoknak kifejezetten jó hatású ez a nikotinsavamid, de adott esetben akinek fáradtság vagy egyéb problémái úgy érzi, hogy vannak, azoknak is célszerű váltani. Szerintem meg lehet próbálni, és mindig itt a
az a tapasztalat, ami valaki magán érez, az a tapasztalat el fogja dönteni, hogy inkább a prémium kategória, vagy a hagyományos is megfelelő neki. Megijedniük nem kell, hogy esetleg ehhez nehezebben jutnak hozzá, akármilyen módon. Most el szoktam mondani, hogy higgyék el a kedves nézők, hogy gyakorlatilag most katasztrófa van a piacon. Tehát alapanyagbeszerzés, csomagolóanyagbeszerzés hihetetlen milyen nehéz. Na most mi gyakorlatilag 2017 novembere óta nem emeltünk a termékünk árán. Most úgy állunk, hogy jövőre kell emelni, de nagyon nagy különbség nem lesz közte. Tehát gyakorlatilag én mérsékelten gondolkodom mindig, tehát akik megszerették, és úgy érzik, hogy nekik ez jó, mert a mikrobiomot rendbe tartja, mert itt nagyon fontos a mikrobiom, és segíti a keringését. Tulajdonképpen ezeket a hatásokat magukon le tudják mérni, és gyakorlatilag kiegészítve ugye az almarosttal, meg kiegészítve az almapektin inulinnal, amit főleg én a gyerekeknek ajánlok. Amikor azt mondjuk, hogy almapektin inulin, ez a kisebbik üveges, csak hogy mi is tudjuk, hogy persze, melyik. Persze, tehát ugye gyakorlatilag ebben 9% az almapektin, és 9,2-9,6% az inulin. Tehát tulajdonképpen közel 20% szárazanyag tartalmú tiszta prebiotikum. És gyakorlatilag ez a gyerekeknél, és ez finom, a csecsemőknél nagyon jó hatással van, tehát tulajdonképpen a hozzátáplálás során már csecsemőknek végtelen jó hatással van, tehát a mikrobiomot rendbe tudja tartani minden nap. Hát jobb, mintha mindenféle ilyen műbébi ételeket vesznek az anyukák, és a gyerek mindig sír. Hát ugye ez, el szoktam mondani, hogy ugye ez az alma rost, ez nem ipari termelésből származik. És ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy... Ha nem, honnan van? Valódi almafáról? Egyébként az Európai Unióban csak olyan hát fajtákra, meg technológiára van támogatás, ahol garantáltan 25-ször meg kell permetezni az almát. Ez nem az Európai Unióba. A Kárpát-medencéből, de nem az Európai Unióból származik, és sajnos nagyon szegény vidékről származik, tehát ott nincsen pénz vegyszerre, hanem amit annak idején természetes körülmények között a kiskertekbe összejönnek az almafajták, azokat viszik be a régi hagyományos almákat, és gyakorlatilag abból származik ez a szárított almarost, vagy mi almatörkölynek hívjuk, mert ugye gyakorlatilag itt az állatok takarmányozása során hihetetlen, tehát nagyon-nagyon jó hatással van. Tehát gondoljunk bele, az immunrendszerünk 70% az a bélben van. Ha a mikrobiom rendben van, a bél immunállapota rendben van, tehát a kolonociták rendben vannak, az enterociták rendben vannak, megtermelik a cukorkabátot, és gyakorlatilag ezt a glikokálixot, és ugye ezek gyakorlatilag védenek bennünket, és az immunrendszer nincsen lekötve, akkor az immunrendszernek van erre mire? Az allergiás problémákra, az, hogy a tüdőbe megfelelően jól működjön az immunrendszerünk, hiszen a bélben nincsen lekötve. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog egyébként, és ez főleg az állatoknál látszik, hogy ha mikrobiom rendben van, akkor az állatoknak semmi problémája nincsen. Hát nagyon szépen köszönjük, kedves Károly, és a nézőknek azt tudom mondani, hogy látják, milyen jól néz ki a fenyőzöldjével együtt egy-egy ilyen hasznos üveg, és én azt hiszem, hogy a gyerekeknek is egy fa vagy műanyag játék mellett nem árt almapektines finom italt ajándékozni, mert így biztos, hogy szívesebben veszi, ha a Jézuska hozta, és utána megszokja, és lehet ez egy állandó csemegéje akár a gyerekeknek. Igen, ez a karácsonyi piac az érdekes, mert nagyon sokan adják karácsonyi ajándéknak, és ez általában úgy szokott lenni, hogy a december mindig egy nagyon jó hónap, és a következő évben a január ugyanúgy indul el, tehát gyakorlatilag
a vevők visszatérnek. Tehát nem esik vissza, hanem akkor jönnek rá, hogy milyen van, jó volt. Tehát tulajdonképpen, ha valaki kap ajándékba, akkor fogyasztóvá válik. Hát legyen így, kedves Károly, mi kívánunk önnek nagyon kellemes ünnepeket, hisz már nem találkozunk, sikeres új évet. Dolgozzon sokat, hogy nekünk mindig valami hasznosat találjon ki, vagy kísérletezzen ki, és természetesen jövőre majd visszavárjuk. Kedves Gloria, köszönöm szépen, a nézőknek áldott ünnepeket kívánok.